Hát ez igazán gyönyörű volt. Egy nagy tapsot az egész zenekarnak, meg Ildikónak. Kati, kíváncsiak vagyunk a véleményedre. Ahogy elkezdesz énekelni, az annyira szíven üti az embert, úgy megtalál, és egy pillanatra mindent, minden mást kikapcsol. Azt mondtam a múltkor is, hogy nekem ez egy nagyon meditatív zene, és tulajdonképpen, ha jól láttam, akkor a minden elektronikusat átváltottatok akusztikus hangszeré, gyönyörűen szólnak ezek a cselló meg a bőgő. Nekem mégis valahogy az előző egy egységesebb, homogénebb hangszerelés volt, fura módon pedig az elektronikusabb volt sokkal. Nekem ez egy picit nehezebb lett így ez a dal, pont az éterisége volt egy kicsit veszendőben, de maga, amit te énekelsz, meg a dallamaid, azok gyönyörűek. Misi? Mivel hogy a dal cím az, hogy pillangó, ugye elképzeltem, hogy abból a kis bába, hogy fejlődik ki a pillangó, és utána milyen gyönyörű lesz. Úgy, ahogy a nótátoknak is különböző rétegei és színei vannak, és azért azt meg kell jegyezni, hogy az akusztikus verzió, akusztikus hangszeren az nem annyit jelent, hogy elektromos helyet fölveszünk egy akusztikus gitárt, és ugyanazt játsszuk. No. Itt nem ez történt. Egy Gyémánt Bálint ezzel a gitárjátékkal, azok a felharmonikusok, meg a cselló, Teodóra, nagybőgő, ez olyan szinten össze volt pakolva, ezzel volt melózva, ez nem az volt, hogy vegyünk egy akusztikus hangszert, tessék, ugyanazt eljátsszuk. Gratulálok! Én is gratulálok, nézzük meg a pontokat, Gyurival kezdünk. Szia, Gyuri! Sziasztok, mielőtt pontoznék, ki kell emeljem a csodálatos, kristálytiszta, hibátlan éneklést, a cselló szólamot és az egyéniséget az éneklésben. És 9 pontot szeretnék adni. 9 pont. Péter? 8 pont. 8 pont.
Kati? Nekem is 8 pont. Misi? 9 pontot szeretnék. Ez 34 pont, gratulálok nagyon. Légy szíves, fáradj a páholyba.